Dombóvári díjazott a 2016-os év agrárembere megmérettetésen. Molnár István kategória győztes lett. Elszállították a művelődési ház előtt álló faszobrot. Restaurálják a Pogány mitológia című alkotást. Imáron ötödszörre rendezték meg a Karász Imre labdarúgó emléktornát. 6 iskola diákjai csaptak össze. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Dombó Televízió péntek esti híradóját látják február 17-én. A 2016-os év agrárembere díj egyik kategória győztese lett Molnár István. A dombóvári szakember 2001-ben alapította meg hasonló szemléletű társaival szövetkezve azt a céget, amelyen jelenleg több mint 2000 hektáron folytatnak növénytermesztést, kiépítettek egy bioenergiafarmot, és már Nigériában is terjeszkednek. A napokban vehette át ezt a díszoklevelet Molnár István, miután ő lett a 2016-os év agrárembere versenyen a fenntartható gazdálkodás kategória győztese. A díjat a rendkívüli teljesítményért, ötletgazdaságáért és nem utolsó sorban a társadalmi szerepvállalásáért kapta. A dombóvári mezőgazdász 2001-ben alapította meg társaival az egyedi profillal rendelkező céget, 2200 hektáron folytatnak növénytermesztést, emellett kiépítettek kaposszegcsúi telephelyen egy innovatív bioenergiafarmot, ahol megújuló energiát állítanak elő. A Gödöllői Szent István Egyetem tangazdaságaként működnek már több mint 10 éve, az oktatási intézmény dékánja jelölte az agrárszakma legnagyobb versenyére. Majd megmérettettem magamat is egy internetes szavazáson, hát a Facebook és a fiatalok közreműködésével elég szépen lehet szavazatokat gyűjteni, és mind egyetemi tangazdaság nagyon sok fiatal megfordult nálunk, tehát a fiatalok körében az a tevékenység, amit Dombóváron végzünk, országos szinten ismertség és ismertséget szerzett, és ez alapján sokan szavaztak rám. Így kerültem be a második fordulóba, ahol a szakmai zsűri is elismerésre méltónak találta azt a bioenergia farm koncepció felépítését, amit Dombóváron végrehajtottunk 2006-tól napjainkig. István stábunknak megmutatta a telephelyüket is. A dombovárihoz hasonló bioenergia farmot kezdtek el építeni már Nigériában is, az ottani egyetemmel közösen, ahol fenntartható forrásból származó úgynevezett zöld áramot és bioetanol alapú humán és állategészségügyi fertőtlenítő szereket állítanak elő. A cégnél szívesen látják a megújuló energiaforrások vagy a biomassa iránt érdeklődő kutatókat is. Tömören talán annyit a fenntarthatóságról és arról a szóról, amit ma nagyon sokan félreértelmeznek, hogy mit tartunk fenntarthatónak, annyit, hogy úgy kell gazdálkodni, hogy ez a föld a vagyonunk. Ezzel a földdel történő bánásmód, a hozzáállásunk, az alázatunk olyan legyen, hogy a unokáink is tudjanak ezen a földön épesző növénytermesztést folytatni. Hamarosan egy orchidea kertészetet is építenek Dombóváron, de mindemellett a társadalmi szerepvállalást is fontosnak tartja a szakember. Többek között ezért is érdemeltek ki az országos elismerést. Visszametszik a belvárosi platánfákat. A munkálatokra azért van szükség, mert az elmúlt időszakban rengeteg varjú költözött a város központjába. Őket próbálják most kiszorítani ezzel a módszerrel. A fákat addig kell megnyesni, míg el nem kezdődik a madarak költési időszaka. Jellemzően a legnagyobb fákat szemelik ki maguknak és ürülékükkel, valamint az általuk letört ágakkal zavarják mind a gyalogos, mind az autós forgalmat. Elsősorban a belvárosban, így a művelődési ház mögött, a Szent István téren, illetve a Hunyadi tér 41-es belső udvarnál végeztünk az idén ilyen jellegű munkákat. Ugye elsősorban, mint az említettem, a nagy platánfáknak a visszametszése folyik. Elszállították a Tinódi ház előtt álló Pogány mitológia című faszobrot. A művelődési házzal egy idős alkotást nagy dologra vitték, ahol egy fafaragó felújítja, várhatóan április elejére fog visszakerülni a Hunyadi térre.
Ezzel a darúval rakták a teherautóra a művelődési ház előtt álló Pogány mitológia című szobrot, így szállították nagy darogra. Azonban nem végleg, hanem csak egy kis időre vitték el a városból az alkotást, hiszen felújítják. A munkálatokat Lükő Attila fafaragó fogja végezni. A város tulajdona ez a szobor, viszont láttuk, hogy milyen állapotban van, és arra kértük a képviselőtestületet, hogy ha tud rááldozni, akkor most már itt az ideje, hogy felújításra kerüljön. Samu Géza Munkácsi Díjas szobrász műve már 1979 óta díszíti a belvárost. A művelődési ház akkori vezetése egy kiállításon látta az alkotás eredetét, ezt követően kérték fel a Kocsolán született művészt, hogy Dombováron is faragjon egyet, csak nagyobb méretben. Akkoriban a szobor fogadtatása ellentmondásos volt, azonban mára már elengedhetetlen részévé vált a városnak. Ugye 1979-ben a művelődési ház építésével, elkészültével egy időben került ide a Hunyadi térre ez a szobor. Most ugye felújítják, egy kisebb felújítás már volt 1994-ben, reméljük, hogy most nagyon sokáig itt fog tudni állni ez a szobor, és nagyon sokáig fogja bírni. Egy olyan kemény fából fog most készülni, ami sokkal jobban ellenáll az időjárási körülményeknek. Tehát várhatóan több évtizeden keresztül nem kell majd hozzányúlni. A szobor egy melencét és egy tojást is tartott a kezében eredetileg. Ezeket azonban még ősszel a télbe állt előtt leszették, és azóta már fel is újították. Hát ez a melence a szobornak a kezében, a kinyújtott karján ez volt rajta. Ez teljesen kilukkadt az elmúlt években, tehát teljesen újat kellett csináltatni. És ez pedig a tojás, ami ebben volt benne. Hát ez most már elkészült. Ezen csak kisebb javítást kellett végezni, mert ez tömörfából készült már korábban is, úgyhogy elég volt egy felületi kezelés ennek, ez viszont teljesen új. Várhatóan a teljes restaurálás költsége 800 ezer forintba fog kerülni, a Tinódi ház ügyvezetője pedig nagyon bízik benne, hogy áprilistól újra láthatják a dombováriak a Hunyadi téren a Pogány mitológiát, amely az évek alatt a művelődési ház szimbólumává vált. Közmeghallgatást tartottak a Városházán a legutóbbi testületi ülés második napi rendi pontjaként. A megjelentek feltehették kérdéseiket, elmondhatták problémáikat. Felszólalt Horváth Józsefné, a dombóvári székelykör elnöke is, aki azt sérelmezte, hogy miért nem kapnak ingyen teremhasználatot a művelődési házban ez évtől. A válaszában kiemelte, hogy azok a szervezetek, amelyek politikai tevékenységet is végeznek, nem férnek bele az ingyenes kategóriába. Példaként említette a természetesen Dombóvár civil egyesületet, amely szintén bérleti díjat fizet a háznak minden egyes alkalommal. Banis Ernő a Pannónia utcai bérlakások költségei miatt jelent meg, végül egy közös lakógyűlés összehívásában állapodtak meg. A közmeghallgatás további részében Kővágó János és Naszvadi Endre is felszólaltak, többek között a járdaprogram és a városi költségvetést firtatták. A testületi ülés teljes egészében megtekinthető a dombomedia.hu weboldalon. Megszűnt a junior tankonyha tavaly év végén. Egy jogszabályi változás miatt ugyanis ellehetetlenült az ott folyó szakképzés. A héten szállították el az étterem berendezéseit, eszközeit az Arany János téri Aranysziget idősek otthonába. Az önkormányzat szerette volna kiadni a helyiséget, egyelőre azonban nincs rá jelentkező. Szabó Lóránk polgármester szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a vendéglátás hanyatlik, illetve az épület elhelyezkedése sem a legmegfelelőbb egy étterem kialakításához. Azért, hogy a tankonyha eszközei ne menjenek kárba, az ESZI tulajdonába kerültek. A több millió forintnyi berendezés, így a konyhai felszerelés, 9 darab hűtő, 2 darab bojler, főzőlapok, konyhaszekrények, tányérok és kanalak találtak új gazdára. Mostantól az Aranysziget központi konyhájában hasznosítják őket. Idén rendezték meg 5-5-szörre a Karászi Imre labdarúgó emléktornát. Összesen 6 helyi és környékbeli csapat nevezett a dombóvári testnevelő tanáról elnevezett megmérettetésre. Az izgalmas meccsek alatt a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Ifjabb Karász Imre szerint évről évre növekszik a rendezvény színvonala. Az ifjú kapus épbedobásra készül, a többi játékos pedig nagyon koncentrál, hiszen nem mindenki szerzi meg a labdát. Február 2. szombatján a dombovári és a környékbeli foci csapatokkal telt meg a testnevelő tanárról elnevezett csarnok, az immár 5. Karász Imre labdarúgó emlékkupán. Én úgy tudom, hogy a polgármester úr egy ilyen haveri körrel találta ki egy ilyen délutáni foci után, és akkor hát tőlük származik ez az ötlet, hogy az édesapámról nevezik el ezt a tornatermet, vagy nevezték el a tornatermet,
És akkor megkérdezte, akkor még anyukám is élt, és hogy hozzájárulunk-e. És hát természetesen mondtuk, hogy örömmel vállaljuk, büszkék vagyunk rá. És hát akkor volt először egy tornacsarnok avatókupa, utána pedig volt, ez volt az ötödik Karász Imre emléktorna. A kupán ezúttal 6 csapat vett részt. Ifjabb Karász Imre szerint minden évben egyre inkább emelkedik a mérkőzések színvonala. Több tehetséges fiatalt is fel lehet fedezni köztük. A Katolya játékos is, aki zsinórban immár másodszorra nyerte el a kupát csapatával, ezúttal az Illyes Gyula gimnázium diákjaként. Sőt, idén ő lett a legkiválóbb kapus is. Én most első éves gimis vagyok, és ezzel a csapattal most voltam itt először, életemben pedig másodszor vagyok ezen a kupán. Mind a két alkalommal, amikor én a csapatban szerepeltem, hála az égnek tudtuk hozni az első helyezést. Második helyen a Gárdonyi csapata végzett. Mint mondták, számukra meglepetés ez az eredmény, hiszen körülbelül a negyedik helyre várták magukat. Többen is kiválóan szerepeltek. Hát én gólkirály lettem 6 góllal, ha jól tudom, és hát jó volt a csapat. A dobogó alsó fokára a Dombovári József Attila iskola focista be magát, negyedik a belvárosi általános és alapfokú művészeti iskola lett, a Vásáros-Dombói általános iskola az 5., míg a Mágocsi-Hegyháti általános iskola a 6. helyet szerezte meg. Az emléktornát az öreg fiúk barátságos mérkőzése zárta. A Dombovári Közös Önkormányzati Hivatal a Karász Imre barátai elnevezésű csapattal csapott össze. A végeredmény pedig 5-3 lett. Valakit a hideg rász ki tőle, valaki pedig alig várja. Ez nem más, mint a Valentin nap. Idén volt, aki bögrével, más virággal, de akadt olyan is, aki ezúttal vacsorával lepte meg választottját február 14-én. Dombováron is szívecskékbe botlott az ember lépten nyomon. És ha mindez nem lenne elég, most van a házasság hete is. Szeretlek feliratú bögrék és I love you-s feliratok. Február 14-én Valentin, azaz Bálint napon szerte a világon ünneplik a szerelmesek napját. Magyarországon a 90-es évektől kezdett egyre népszerűbbé válni az angol száz szokás. A boltok polcai roskadoznak ilyenkor a temérdek szívecskétől, a megfelelő apró meglepetés kiválasztása azonban mégsem mindig egyszerű. Még tényleg nem tudom, még csak most döntjük el, de nem tudjuk. Neki már eldöntöttük. És te, mivel készülsz? Hát én egy kép, amiben van keretezve, és rólunk van. És mióta vagytok együtt a pároddal, vagy hogyan fogjátok ezt az estét megtartani? 4 hónapja, és hát oda, hát mivel ma még iskola van, ezért majd pénteken adjuk át egymásnak. Találkoztunk olyanokkal is, akik ezúttal egy vacsorával lepték meg a párjukat. Egy pár vagyunk, és hát különösebb ilyen felhajtást nem kerítünk az ügynek. Együtt vacsorázunk, ebédelünk, de igazából már megünnepeltük ezt az egészet azzal, hogy elmentünk bálba a múlt hétvégén. A virágboltokat sem kerülte el a Valentin nap, volt minden, leginkább temérdek szívecskés kiegészítő. Az eladók szerint ilyenkor sokkal több a férfi vásárló, mint egy hagyományos napon. A legkeresettebb természetesen a vörös rózsa, de a tavaszi virágokat is előszeretettel választják. Korán reggel én már elmentem vörös rózsáért, egy szál vörös rózsa igényesen becsomagolva, igazából ez dukál, illetve kis apró ajándékkal már Valentin nap előtt megleptük egymást, illetve vannak ilyen hétvégi programok is, amik nem erre a napra esnek, ugye, hanem egyik hétvégén egy ilyen kis pihenéssel leptük meg igazából így egymást. A szerelmesek napja mellett ráadásul a házasság hetét is most tartják. Volt olyan pár, aki ezt is megünnepelte. Hivatalosak voltunk egy szentmisére az új házasoknak, egyeseknek. A nagyon jó dolognak tartottam. Tele volt a templom, és többen egyszerre felállva csoportképpel újra ott az egészet felevenítettük. Igazából friss házas vagyok, nem érzem annyira fontosságát ezt most még nálam, ugye, de voltak ott, akik régebb óta voltak házasok, gondolom ők jobban élvezték ezt, jobban örültek neki. Indonézia és Pakisztán bizonyos részein idén már betiltották a hatóságok a Valentin nap megünneplését, hazánkban azonban valószínűleg még jövőre sem marad el a szívecske áradat. Még éppen, hogy csak elkezdődött az idei év, az esküvő szezon már javában tombol. A legelhivatottabbak az esküvői kiállításokat osomolják ezekben a hetekben. Egy pici ízelítőt azonban mi is kaptunk, hogy mire is érdemes figyelni a megfelelő mennyasszonyi vagy egy koszorús lány ruhák kiválasztásánál.
Kidolgozott kagylós felső rész, csillogó aj. Már javában készülődnek az idén házasulandó párok, s az egyik kulcskérdés természetesen a megfelelő ruha kiválasztása. Stábunk felkeresett egy mennyasszony és koszorúslány ruhákkal foglalkozó dombovári szakembert, hogy vajon idén mi a divat. Barbara szerint hódítanak a pasztelszínek, a halványbarack, a rózsaszín és az almazöld, de továbbra is a hófehér mennyasszonyi ruhát keresik a legtöbben. Ha a színvizérián túljutottunk, jön a következő akadály, abroncsal vagy anélkül. Hát igazából az abroncsos egyelőre a legdivatosabb. Szépen lehet vele elcsalni az alakot. Lent bővebb, fönt karcsúbb, mindjárt van egy szép derékvonala az illetőnek. Ezek a szűkített fazonú ruhák tulajdonképpen az igazán karcsú, vékony, nagy mellű, karcsú derékú, szép csipőjű hölgyeknek ajánlott. A szakember azt mondja, csak keveseknek adatik meg, hogy tökéletesen áll rajtuk egy konfekció méretű ruha. Barbara elárulta azokat a praktikákat, amelyekre érdemes odafigyelnünk, ha nem olyan az alakunk, mint a nagykönyvben. Az abroncsos ruha pontosan ezért jó, mert takarja a csípőt. Tehát ha van abroncs a ruhának, akkor onnan már nincs telcomb, nincs nagy fenék, és ez eltűnt. Azt, hogy egy has részt hogy tudunk elfedni, egy ék alakú hosszított felsővel gyönyörűen le lehet csalni, illetve hát hogyha nagyon olyan az alkat, akkor mell alatt vágjuk a ruhát, és hosszanti vonalakat alkalmazok azzal, azért gyönyörűen el lehet osztani az alakot. A szakember szerint körülbelül egy év szükséges egy lakodalom alapos megszervezéséhez, a ruhapróbát pedig fél évvel a nagy nap előtt érdemes elkezdeni. Barbara szerint azonban érezhető, hogy Dombováron is évről évre egyre kevesebb a házasságkötés, egyre kevesebb mennyasszonnyal találkozik. A varrónővel való bővebb beszélgetésünket eheti Mozaik című adásunkban tekinthetik meg. Dombováron is megtartották a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos rendezvénysorozatot. A kétnapos program részeként a Tinódi Ház majoros termében civilek és a hagyományőrzők ültek egy asztalhoz szombat este. A kötetlen kerekasztal beszélgetésen a helyi hagyományokról Somlai Adrien, a Tinódi Ház ügyvezetője, Papni Farkas Gabriella, a Szép Teremtő Kaláka vezetője, Hosszú Sándor a civil tanács képviseletében és Fekete Benjamin hagyományőrző beszélgetett Tóth Tamás moderátorral. Többek között szóba kerültek a dombovári és a környező települések nagyobb rendezvényei, így a Hatvár-Hatrád túra is, valamint a helyi hagyományőrzés és hagyományteremtés fontosságát emelték ki a résztvevők. 90 éves lett Simon Lajosné, akit ez alkalomból otthonában köszöntött Szabó Lórán polgármester és Talapka Rudolf önkormányzati képviselő. Margit nénit egy nagy virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök elismerő oklevelével lepték meg. Az idős hölgy 30 évig dolgozott a vasúton utasellátóként. Mint mondja, számára a legfontosabb a család, születésnapját 21 rokonával együtt ünnepli majd meg. Margit néni jó erőben van, még teljesen aktív, főz, mos és a kertjét is rendben tartja. Nézem a sorozatot, a tévé délelőtt nem, mert délelőtt füttök, meg főzögetek magamnak, amit hát megennék, vagy megkívánom, mert még nem hordatok ebédet. Ugye kertben is megtermett minden, meg még megbírom főzni. Gyerekek jönnek, azok bevásárolnak. Idén is megrendezik a Dombovárt és a környező településeket is érintő téltemető túrát. Már hagyománnyá vált, hogy a telet február végén egy túrával és kiszebá végetéssel űzik el. Ez idén sem lesz másképp, azonban most egy teljesen új útvonalon haladhatnak a gyalogolni vágyó. A Naturparkhoz kapcsolódó részeket járhatják be. A rendezvényen adják át az év pálinka termelője címet is. Aki közösen szeretne búcsút inteni a télnek, azt szeretettel várják február 25-én szombaton 10 órától a Döbte bázisnál, ahol egy közösségi disznóvágással indul a programsorozat. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, ennyi fért híradónk mai adásába. Friss hírekért, információkért keressék fel weboldalunkat, melyet a dombomedia.hu címen érhetnek el. Találkozunk jövő pénteken is, viszontlátásra!